Hát tévés, celeb, videós, jó napot kívánok mindenkinek, főleg neked, Krisztián, szia! Jaj, de kis drága vagy, kifika. szia, <gül> sziasztok! <gül> Na, hát már megint dobott a média az ismertségeden egy lapáttal. Igen. Vagy, vagy kettővel, vagy kettő. Tehát látom, így, látom le így teljesen, teljesen, le vagy lazulva. Mi történt veled, Krisztián, hogy ilyen sebességhiányos állapotban vagy? Kérlek szépen, meglepő módon, ezt sikerült összeszednem a mandula gyulladást. Ezt tudom felmutatni az elmúlt hétre. És, és nagyjából ez van velem. felnőtt korban nem annyira gyakori a mandula gyulladás, ahogy veszít az immunrendszerben betöltött szerepéből a serdülőkort követően a mandula. De nekem most valahogy sikerült mégiscsak összeszednem. Mondjuk pont egy héttel előtte, meg ez a köhögős, tüdős, taknyos vízbasszal szenvedtem, úgyhogy lehet, hogy az volt annyira megterhelő, hogy, hogy aztán beadta a derekát. Nem tudom, Krisztián, tehát figyelj, egy, én, én itthon mielőtt kimentem, kaptam el az influenziát a családtól. Ja. Kimentem, és... Uh, hát így megkezdtem egy picit kilábalni, amikor kin is elkaptam, tehát így, így felülfertőződtem a, a magyar influenza és az erdélyi influenza Internacionális. volt a, a, sztori, úgyhogy én három hétig benne voltam, de, de volt olyan, hogy nem volt hangom konkrétan. Wow. Mandula gyulladásom azért nincs, mert 27 éves koromban vették ki a mandulámat. Tehát ha akarod, akkor mesélek a mandulavítét szépségeiről egyébként. Nem szükséges. A kettes számú hugomnak én intéztem a mandula műtétjét, és ott, ott, sikerült végigkövetnem az egész procedúrát. Az a vicc, hogy igazából nekem soha semmi baja nem volt a mandulámnak, nyilván a kötelező köröket kiskoromban letudtam, de hogy így szerintem ilyen tizenpár éves koromban volt utoljára bármi mandulával kapcsolatos nyűgöm, és nem akarnak, nem akarnak, nem vigasztani, de ez nálam is így kezdődött, hogy nem tudom, 9-10 éves lettem, amikor így, na, még egyszer begyulladt, kivesszük, és utána nem gyulladt be, tudod. <laughs> és 26 évesen bakker egy éven keresztül, de, de folyamatosan, tehát így, így nem tudom, hogy volt-e ilyen 3 négy hét szünet, amikor nem volt bedúranva. A mandulám, és akkor a végén az lett ugye az ítélet, hogy akkor ki kell dobni, és még a ki kell dobni című fejezetre is vártunk négy hetet, tudod, ilyen lórugás antibiotikumok, meg nem Jaj. tudom én mi, és amikor ez így megvolt, akkor azonnal befektettek és kikapták, és én nekem azért a tudatomba, hogy ezt altatásba csinálják, és kiderült, hogy nem. Basszus, <laughs> ez ezt így ülve ülve végignézni, hogy betolják az egy méter hosszú inekciós tűt a torkodba, az azért. Na, de doktor Fekete Szabó Gabriella csinálta, ő még akkor fiatal versenyző volt a pályán, és azóta már azt hiszem, hogy gyermek fülorgégész, de de nagyon hálás vagyok neki, mert, mert tényleg hihetetlen jól csinálta, és azóta sem nem újult ki a mandulám, érted? Tehát úgy, <laughs> nagyon, nagyon klassz Na és ezen kívül... Ezen kívül, elég hogy, mág, <laughs> ezen kívül, hogy... Gén, nincsen igen. Ezen kívül, hogy celeb lettél, mert ezt Természetesen a, ki kifogjuk tárgyalni. Volt-e valami említésre méltó? Ja, a... igen, hát is. Igen, persze, volt. Ö, a... <laughs> Mindjárt összeszedem magam, tényleg. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől. A, a lórugás antibiotikum az megvan nálam is, úgyhogy így estére egy kicsit bepillettem. Ö, az volt, hogy. Múlt hét pénteken kezdődött ez a, ez a mandulás őrület, és így végigment rajtam nagyjából a hétvégén, akkor volt a legrosszabb, és így a hét elejére már egész használható lett. Ugye mentem dolgozni, egyre jobb lett, viszont úgy voltam vele, hogy a mandula, azzal nem szórakozok, mert még influenzát, ilyesmit, ezeket kihordom lábon, de most a mandulával nem játszom, úgyhogy elmegyek a körzeti orvosomhoz, akinél nem jártam 20, -20 éve. És és elmentem a dokihoz, úgyhogy ő is teljesen meg volt döbbenve, hogy maga tíz évig nem látott orvost. Hát mondom, hát nem volt miért, miért, miért kellett volna, ami persze nem teljesen igaz, ugye, mert a diabétesz miatt ezért viszonylag rendszeresen kéne mindenféle ellenőrzéseket nézni. Úgyhogy így aztán fölírt nekem egy ilyen barátságos antibiotikumot, amire azt mondta, hogy hát ez erősebb, mint a penicillin, úgyhogy gondolom, akkor ez valami nem Gyengúz dolog lehet, és ha már ott jártam, akkor megpedzegettem neki, hogy nem annyira százas a cukrom az utóbbi időben. És kérdezi tőlem, hogy de hát magának annyira jól hatott a vércukrára a meforán, miért hagyta abba a szedését? <laughs> Mert azt tetszett mondani, hogy nem kell tovább szedni. <laughs> Elnézést, doktor úr, de, de, de maga mondta. <laughs> Úgy, így jó, mondta, hogy jó van, akkor rendben van. Mondta neki, hogy hát ment diétával, ment, ameddig ment. Néha elkanászottam, néha visszatértem, de most már egy ideje megint nem, nem annyira klassz hogy mit tudunk tenni. És kiderült, hogy azóta az orvostudomány megint előrébb lépett egyet, és az eredeti uh, diabétesz gyógyszerem az olyan volt, hogy nem egyáltalán nem szabadott mellette alkoholt fogyasztani, és sem ennyit, mert leállhatnak tőle a vesék valami kölcsön. Ú, hatat az hatat nagyon hatatson. gáz... Úgyhogy én ezt komolyan is vettem, de az a három hónap, amíg szedtem, hát az borzalmas volt, hogy én is meg. iszonyat volt. És Cukor, ez is... Cukorbetegségre és elvonásra. Igen, hihetetlen, hihetetlenül kinkeserves volt. Nem mintha fájna, ha nem ihatnék alkohol, de amikor éppen értett valami szociális Összejövetel van, és így nézem, hogy mindenki boldogan kocsinkat, és így, hm, hát azért legurítanék egy sört, hm, megéri, hogy leáll a vesém, vagy sem, hm, talán inkább ne. És a lényeg a lényeg, hogy nem állt meg az orvos tudomány, mióta én nem jártam a házatáján, és van valami újabb újabb cukorgyógyszer, ami mellé már lehet alkoholt fogyasztani. Azt írták, hogy nagymértékben nem szabad alkoholt fogyasztani vele. Úgyhogy Megérte kivárni ezt a tíz évet. Úgyhogy ez van, most tolom az antibiotikumot, addig cukorgyógyszert még nem szedhetek, hogy ne keveredjen a két dolog egymással, hogyha bármi mellékhatás van, akkor meg tudjuk különböztetni, hogy melyik volt az, ami, ami, ami okozta. Az antibióra egyébként rá van írva, hogy ö, ö, zavartságot és, és ilyesmiket okozhat, úgyhogy meg, meg hányást, meg, meg hasonló bulikat. Úgyhogy egyelőre se zavartnak, se hány ingeresnek nem érzem magam tegnap óta, úgyhogy még, még, jó, de ez történt velem gyakorlatilag igazándiból. Ja, és haza a munkából, ugye, mert hogy a, ez a szerencsétlen mandula gyulladás, ez fertőz. Úgyhogy nagy bánatomra itthonról nyomom most a héten. Ennyi, ami velem történt. Hát, a... és mi történt? A, a, ú, tehát, eh, annyi minden történt velem, majd most úgy fogok csinálni, hogy te szoktad, hogy ú, még ez is. Ah, fú, a, hát eh, egyrészt eh, próbálok ismét eh, magyar adófizető lenni. Tehát nem tudom. ér... Mi, 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 miért akarsz ilyet? Nem, nem, nem tudom, van egy ilyen fixa ideám, hogy hogy euh, szeretnék Magyarországon is adót fizetni, és euh, tudod, így azt gondoltam, seggenül lehetok intézni mindent. Évek óta van euh, ügyfélkapum, ugye egyrészt az Egyesület miatt is euh, kell az ügyfélkapu, hát megcsinálom a vállalkozóit ügyfélkapunk keresztül. Na ez így, salalalalala, és tudod így, megyek, kimentem Romániába, asszony küld hétfőn, tehát én kimentem vasárnap hétfőn küld egy levelet, hogy beidéztek szerdán a nem tudom én, hanyas kormányablakhoz a központi kormányirodába. Hú, mondom, ez nem fog menni, írtam egy e-mailt. Nagyon kedves volt az ügyintéző, mondta persze, izé. és mondtam, hogy mikor leszek itthon, hogy abban az időpontban, és az ma volt. Úgyhogy Mondta, hogy semmi nem változott, ugyanoda kell menni. Te első emelet 64-es ablak, most ha. mondtam valamit. Oda megyek, első emelet 64, ja, sorszámot tépettek velem, mondtam, hogy miért jöttem és hova, nem baj, sorszám, oké. Okay. Nézem, kivillan a sorszámom, 29-es. Na, jó, akkor körbe mentem a folyosón. Oda megyek, azt mondja a csaj, hogy e, e, jó maga e, idézés, nem. Fölvillant a sorszámom, és nem néztem meg, hogy hanyas ablak, mert tudtam, hogy a, a 64-eshez Oda mentem a 64-es, az mondta csaj, nem, ez ö, nem ide szól, nézzem meg a kiírást. Megnézem, hát az én sorszámom 29, jó, akkor elmentem 29-re. Mondom a csajnak, magával leveleztem, nem, nem velem, idézése jött, igen, akkor a folyosón végig megy balra, nem tudom én, 117-es ajtó. Ézé, hát mondom, ezt nem hiszem el, most a, tényleg a harmadik nőhöz megyek. Bementem, végül is találkoztam azzal a hölgyel, azért kérdeztem tőle, hogy az idézésben ugye az van, hogy el sem izé, hozzé, és akkor mondta, hogy hát az a helyzet, hogy vagy ott van, vagy ebbe az irodába, de most ebbe az irodába sikerült lenni, és nem kint, jó, mondom, nem baj. Egy perc alatt elintéztünk mindent, tehát azt kellett igazolnom, hogy a telephelyemet, ahol 30 éve lakom, jogszerűen használhatom a -e telephelyként. Oh, oh, oh. kész. Tehát a, a résztulajdonos feleségemmel íratnom kellett egy papírt, hogy szíveségi használatból hozzájárul. Hát ezt nem hiszem elérted. Mindent el tudsz intézni seggenülve elindíthatod a vállalkozásodat, EU-s adószámot tudtam kérni, mindent meg, tehát tényleg iszonyatosan jó az e ügyfélszolgálat, de ezt, hogy, hogy bevigyed a, a, nyilatkozatot, ezt még nem tudjuk elektronikusan elintézni, úgyhogy na, ez, ez volt az egyik ilyen, ilyen varázslatos. varázslatos dolog tényleg, tehát hogy már most itt tartunk. Ja, és természetesen ezért fizetsz, mert hogy be a város azonnal parkolási díjat, stb. stb. Na de ha már ben vagyok Szegeden, akkor elmegyek, intézek egy bankszámlát, mert ugyan katásként a saját számlámról fizethetek, de ez nekem régi fixa ideám, nem mossuk össze a céget a magán dologgal, és akkor tegnap fölhívott egy nő, egy ar aranyos nő, és akkor mondta, hogy uh, Zoltán, mondom, igen. Azt a villanypára egyesület? Igen. Hát képzelje, van egy akciónk, ha hoz egy ügyfelet a bankhoz, akkor 100 forinté tudunk uh, ajánlani az új céges ügyfélnek 100 forint havi bankszámla vezetési díj az csak tényleg így zárójelbe bejegyzem meg, hogy a, a nejen vállalkozása egy éve pihen, és 7200 forint a, a nulla pénzmozgásra az OTP-nél a havi wow. bankszámla díja. De ez tényleg csak így zárójel. Te valószínűleg rossz, rossz gödörbe léptünk annak idején. Mindegy. És akkor mondja a nő, hogy ja, és akkor ezért az Egyesületnek jóvá írnak, nem tudom én, két havi díjat, vagy valami és ami egyébként azt hiszem, hogy 8 vagy 900 forint a, az Egyesületnek a számlavezetési díja. Hát mondom, nagyon jó, mikor tudok bemenni, és akkor mondja, hogy néz egy időpontot, salala, salala, nézi az időpontot, ja, és mondom, hova kell menni, és mond egy olyan utcát, ami gyakorlatilag nincs szegedem, mondom várjon már maga, honnan hív. Azt mondja Pécsről. Aha, mondom, de én meg szóval szegedem vagyok. Mert annak idején, amikor mert az Egyesület, Pécs, mert az Egyesület amikor alakult, akkor eki Igen. volt az elnök, és ő Pécsen nyitotta meg a, a számlát, és na, és ma bementem, és mondtam a hőrnek, hogy akkor szeretném a vállalkozóimat ezzel a 100 forintos havi díja. és tudod, így háromszor megkérdeztem, és biztos nem lesz rejtett költség, és tudni, hogy 100 forint lesz a havidíja bankszámla, egyszerűen nem akartam elhinni. Úgyhogy ez volt, és a múlt héten megjött a, a Nintendo 2DS XL Oh, Ó, szóval nevű minden, készülék. Fú. Nekem volt már 3 ds sem, csak nem az x -e. És hát ez ilyen, ilyen nagyon funky érzés. Tehát nyilván ez csak azt fogja átérezni, aki, aki 20 évvel ezelőtt is nintendozott, de fú, nagyon jó. Imádom, élvezem. Csomó régi játékot uh, uh, elő tudtam szedni, mert hogy nálam el vannak téve, és lefelé kompatibilis a, a Nintendo mindennel a DS-szériában. Úgyhogy uh, most ilyen jópofa, nem sokat játszok vele, de így este lefekvés előtt azért egy Mario Kartot vagy egy Super Mario-t azért így uh, leszoktam nyomni. <kül> úgyhogy imádom nagyon jó és Igen. már egészen tűrhető az akú élettartama is és már nincsen meg külön én annak idején azért rágtam be a Nintendo-ra mert külön volt Angliának tartalom Magyarországot természetesen leszarták és nem is engedett, tehát figyelt, hogy honnan lépsz föl IP cím alapján, és mondjuk mit tudom én, 3D-s kosárlabda mérkőzést nem tudtál rajta nézni. Na, úgyhogy most már ezek a hátrányok nincsenek, de úgyhogy ez kettődés, tehát ebből a szempontból sem érdekel igazából a dolog hát nagyjából szerintem ja és unokázok és imádom és élvezem és nagyon jó és mindenkit arra bíztatok mindenkinek. mindenkit arra bíztatok hogy bíztassa a gyerekeit hogy minél hamarabb lépjenek a reprodukció rögös útjára mert én ezt annyiszor elmondtam a gyerekeimnek hogy ne várjatok mert nem szeretném egy vén szar lenne a gyerekek nagyapja. Érted? Az nem, nem, mindegy, hogy mennyire vagy még aktív, amikor uh, ők kicsik. És hát uh, már most váltottam a marsra jegyet mind a kettőnek, és uh, hát izgulunk, hogy húsz év múlva majd uh, fölférnek az Elon Musk vagy nem. Na, szóval ennyi volt a, a, dolog lényege. Úgyhogy csapjunk bele Krisztián a lecsóba. Csapódjunk bele a lecsóba, kérlek, Fika. És hát kivel kezdenénk, ha nem veled, illetve a, a veled való riport előzményei Jó, <coughs> összeszedem a gondolataimat. Ez Kedden volt, ugye, és nagyon hirtelen jött, mert hogy így ilyen 11 óra után nem sokkal csörgött a telefonom, fölvettem, bemutatkozott a riporterhölgy, mondta, hogy hát ez van, és ezzel kellene valamit kezdeni, tudnék-e adni interjút, reflexiót, vagy reflektálni a butaságokra. Ő ja, gondoltam neki, hogy persze, csak hát be van táblázva a napon, próbáljunk találni egy, egy időpontot, és nekem fél négytől négyig lett volna jó, amiről ő megmondta, hogy hát ez sajnos nagyon későn van. És nem biztos, hogy a szerkesztő rábólint egy ilyen késői anyag elkészítésére, úgyhogy addig sakkoztam, amíg sikerült aztán fél egy és kettő közé betenni, és Kijöttek oda a munkahelyemre, Na, elképesztő hideg van kint, ugye? Nyilván nem annyira, mint nálad kint, de hogy így az előző hetekhez képest iszonyatosan hideg van. Úgyhogy próbáltam keríteni valami illetékes, hogy megkérdezzem, hogy bent az irodába el tudjuk-e intézni valahogy, hogy ne fagyjuk meg, de aztán az illetékes az, az nem volt sehol, úgyhogy nem, terült, nem tudtam kideríteni, úgyhogy menjünk biztosra. Nem akarom keverni a munkahelyet és az ecigit. Megcsináltuk a, a az udvaron a, a, az interjút. És hát ennyi a, az előzménye a, a, a dolognak, igazából. Nagyon kedves volt tőlük, hogy gondoltak ránk. Beszélj már egy picit a cikkről, mert ugye a cikk az, mint egy cunami. Tehát szinte. Mondhatni alig volt ö, olyan netes orgánom, aki nevette volna át. tehát Ezek ö, hihetetlenek azért ott, hogy kijön az új Angliai jelentés, és senki. Értsd és mond, senki a magyar sajtóban egy kurva szót nem ír róla. Kíván egy ilyen. hagy mondjam azt, hogy balfasság, majd azt kitárgyaljuk, hogy miért. És mindenhol megjelenik. Én emlékszem még előző este, is így Facebookon elé ugrik, hogy mi ez a borzalmas szar. Puff, már jön a következő. Puff, harmadik vagy negyedikre már a HVG is, vagy 168 óra, vagy a HVK. HVG. HVG. Mi, mi, az Isten van itt? Mi az Isten történik? De ja, 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 ja. Szóval is tettem egyébként a riporterhölgynek, hogy, hogy basszus, két hete sincs, hogy a, a Public Health England update a az átfogó e, áttekintés után a, 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 jelentését, és hogy ez, ez így sehogy, hogy, hogy, van az, hogy Angliában hivatalosan az egészségügyi, állami egészségügyi szervezet arra biztatja a kórházakat, hogy tartsanak a kórházakban lévő boltokban e-cigarettát, míg, itt nálunk meg, nálunk meg szívrohamot okoz. Hát ez hihetetlen komolyan, tehát Úh. tehát a cikk fő állítása, Ugye az volt, hogy az e-cigarettázók nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a hagyományos ö, dohánytermékfogyasztók. Ha jól emlékszem rá. Nem, ez nem, hanem hogy most már kiderült, most már kiderült, hogy eddig azt hitték, hogy egyáltalán nem káros, bezzeg most már kétszeres a szívroham kockázat. Én nem emlékszem olyan cikkre, ami konkrétan ennyire barom lett volna, hogy azt mondaná, hogy nagyobb a kockázata, mint a, mint a dohányzásnak. De ugye ott van az az összeadós manőver, amire majd kitérünk, úgyhogy lehet, igen, hogy igen, igen. félreolvasta. E, tehát ugye a, a cikk azzal a fölütéssel kezdte, hogy az e cigaretta is komolyan növeli a szívroham kockázatát, és e, azt mondja, hogy az e-cigaretta napi használata majdnem duplájára növeli a szívroham kockázatát egy új amerikai kutatás szerint. Ú, bakker, tehát ez most már kezd nekem olyan lenni, mint az angol tudósok megállapították. Kalifornia egyetem, tehát Kaliforniában mennyi egyetem van tényleg, tehát hogy ezek így termik az egyetemeket komolyan, hihetetlen. De ne felejtsük el róla, hogy ez gyakorlatilag nem kutatás, és hogy Kalifornia és Stentong Lenc volt a szerző. Stentong Lencet ismerjük. Hogyha Emblematikus ha ahol... alak, igen. igen. Emblematikus faszkalapja elnézést a, a kifejezésért. A, 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 az elektromos cigaretta ellenes e, ludditáknak, és róla tudjuk, hogy gyakorlatilag nem hagyja el olyan, és most így mindenki képzel hatalmas idézőjeleket, tanulmány vagy kutatás a kezét, amiben nem csúsztat valami olyan orbitálisat, hogy kijöjjön a mondani valója, hogy az elképesztő, úgyhogy ha ez így, hogy szívroham, Stanton Glenn, jó, ja, jó, rendben. Jó, oké. jó, ugye. menj, nincs itt semmi látni való, mindenki menjen tovább. örülök, hogy nem azt mondta, hogy az elektromos cigaretta megkéssel, amikor nem figyelek, hogy valamit. Na, picit mé mélyedjünk bele a, 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 a cikkbe. Ugye az első ilyen a fiatal fogyasztókra gyakorolt káros hatását. Tehát, hogy a, a, tehát úgy, úgy kezdi a cikk a tanulmányt, hogy hát a múlt hónapban egy amerikai tudományos akadémia egy tanulmánya kimutatta az e-cigaretták fiatal fogyasztókra gyakorolt káros hatását. Mi van? Most akkor miről beszélünk? <coughs> és bizonyították, hogy a fiatalok körében az élcigaretta használata növeli a hagyományos cigarettára való áttérés esélyét. <coughs> Ezt is már hányszor kibeszéltük, és hányszor elmondtuk, és uh, most is uh, valamelyik... Uh, vannak ilyen fiatalok, tehát vannak, Amerikában minden van, és van, vannak ilyen szervezetek, amelyek a fiatalok dohányzása ellen küzdenek, és azt szeretnék, hogy 21 éves korra emeljék föl a dohányáruk eladhatóságának az életkori határát, de tudod, Amerikában másként van a felnőtté válás, és a, a tudom, jogosítvány is, meg akármi, mindegy. És hogy ezek megint elkezdték ezt a fajta szajkózást, hogy a vonzó ízek, meg a kapudrog, meg a nem és már annyiszor elmondtuk, és már annyiszor kibeszéltük, hogy, hogy igen, valószínű, nem azért lett dohányos, mert... Tehát arról nincsen kutatás, hogy, hogy aki kipróbálta az e-cigarettát, az az e-cigaretta miatt lett dohányos, vagy ha nem lenne egyáltalán e-cigaretta, akkor is dohányos lenne. Tehát hát ez egy, ez egy hülyeség ilyen szempontból, vagy hát egy orbitális csúsztatás, ahogy te fogalmaztál. Nos, De akkor a... Másik kedvenc veszőparipája, stentonglenc. Igen, igen. Uh, és azt mondja a cikk, hogy noha az élcigaretták a hagyományos cigarettáknál kevesebb rákkeltő anyagnak teszik ki a fogyasztót, nagy koncentrációban tartalmaznak mikroszemcséket és más mérgeket. <laughs> Ez annyira annyira a kedvenc mondatom, tehát mikroszemcsék és más mérgek. Tehát így, így, látom magam előtt oda a toxikológiai... Más musóporok. És látom magam előtt a toxikológiai intézetnek a, a, vezetőjét. Mikroszemcs, úristen, az halálos ért. Hát ez kurva jó, tehát hihetetlen. Annyira, annyira pelenka és annyira uh, szar nyelvezetre fordít el tudom képzelni, milyen volt az eredeti, amiből átvették a, a, cikket. Melyeket a szív és ér és keringési betegségekkel és nem daganatos tüdőbetegségekkel hoztak összefüggésbe? Hagyom, hogy így Ez átjárjon az, 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 erő közben. Az, az jutott nekem erről eszembe, hogy az elektromos szigaret a kutatásának kapcsán gyakorlatilag már mindenre Tudjuk mondani, hogy de hát évek óta tudjuk, hogy. És itt van Farcelous-Dokinak, ami tényleg nem mostanában volt, mert legalább négy éve volt már az a kutatás, amikor a mindenféle szív- és érrendszeri hatásait vizsgálta az elektromos cigaretta használatnak, és így, így meg se pöckölte a mutatót, ahol mit, tehát számottevő szív- és érendszeri hatással nem rendelkezik, ezt gyakorlatilag tudjuk négy éve. Igen. De sebb Igen. De a legszebb rész az a végén van. Tehát, uh, Krisztián, most megkérdezlek, ha két hatos uh, nikotintartalmú likvidet összeöntünk, annak mekkora lesz a nikotintartalma? Hát a népi bölcsesség azt mondja, hogy 12-es. És azt meghatasz 12 És nem? Tényleg, és tényleg. Tehát, hogy a, 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 már a saját számolásuknak se hisznek egyébként, és, és még azt is szarú csinálják, tehát ez valami elképesztő. A legtöbb embernél nem a hagyományosról való leszokás eredményezi az e-cigaretta, hanem a kettős használatot az új tanulmány szerint összeadódnak a két cigaretta fogyasztásának veszélyei. Aki naponta szívja mindkettőt, ötszörösre emelkedhet a szívroham kockázattal vagy öt, ötszörös remelkedett szívroham kockázattal kénytelen számolni, mondta Glenc. Na álljunk, álljunk Most... meg itt egy picit, de tényleg. Ugye Stanton Glenc eredetileg repülőgépmérnök volt. <laughs> És szerintem, ha már matek, szerintem nekünk púpa hátunkra itt a, a dohányzás visszaszorítására, mi, mióta átigazolt a dohányzás visszaszorítására, Nekünk az ECG kapcsán púpa hátunkra ez az elmebeteg, de képzeljétek el, hogyha ez az ember megmarad volna repülőmérnöknek. hogy lehet, hogy így jobban jártunk, hogy a mi vérünket szívja az őrületébe. Ha, ha ő megmarad repülőmérnök, de én azt gyanítom, hogy ma a, a, a világ összes pontjára mindenki gyalog járna. Tehát... Kész kész. Vagy, vagy, leváltotta volna, azért nagy karriert tud befutni egy ilyen ember, mert leváltotta volna a villamos széket egész Amerikában az ő repülőgépei. Hát ez a csoportos kivégzés új, új eszköze lehetett volna. Tehát pont ma hívott fel egy, egy hát a hangjából ítélve fiatal véper, egy kérdéssel, azt így jól kibeszéltük, és közben valahogy ráterelődött a szó a kettős használatra, és ő is mondta, hogy a kettős használat az milyen káros. Nem mondom, ezt honnan gondolod? Tehát, hogy, hogyha valaki elszív 20 doboz cigarettát, és mondjuk a 20 doboz 20 cigarettát, és abból tizet kivált egy cigarettával, és tíz uh, hagyományos telszív, akkor az miért, miért károsabb, mint hogyha mind a húsz szállat. <laughs> és, így, és így megáll, tehát ha, hallod a telefonban, hogy így el, és így gondolkozik, és hát tényleg, hát de ő azt gondolta, de mondom, figyelj, ártalom, tehát ez az elsődleges vezérelv ártalomcsökkentés. És akkor ugye elmondtam neki, hogy hát én másfél évig használtam a kettőt párhuzamosan, és bizony az az esti vagy a délutáni, leülsz a számítógéphez, otthon szabadon tudsz dohányozni, leülsz a számítógéphez, és észre se veszed, és szinte az egyik cigit a másik után uh, szívod. És én, nálam azzal kezdődött az egy cigaretta, hogy kiváltotta ezt a, a délutáni esti cigi adagot, napközben meg nem tudtam csak négy-öt szállat elpattintani valahol a, a, kórházba arra kijelölt részen, és ezt másfél év után untam meg, és akkor tértem át teljesen. De, de, ez, de mi a probléma? Tehát, hogy már eleve úgy kezdesz, hogy ártalom csökkentesz, és aztán a végén el, eldöntött. De, de, hogy mondom, ez szerinted így összeadódik, hogy, vagy hogy az e-cigaretta ilyen katalizátorként megnöveli a, a hatását a másiknak, vagy, vagy mit mit gondolsz ilyenkor erről a, a dologról? Tehát na, nekem abszolút most esett le, hogy egy csomó dologba tök hülyeséget gondolnak emberek, vagy hát nem, hogy hülyeséget, hanem, hogy, hogy rosszul gondolják, amit gondolnak. De hát ez nem úgy van, Fifika, hogyha csinálok egy fele szörp, fele víz üdítőt magamnak, és csinálok még egyet, és ezt a kettőt összeöntöm, akkor vagy tiszta vizet, vagy tiszta szörpöt kapok. Nem, tehát egyszerűen nem, nem értem önmagában a, a logikájukat, egyrészt. Másrészt... Honnan, tehát hogy, hogy ők olyan embereket vizsgáltak meg, akik előtte lehet, hogy 20 évig, vagy 25, vagy 30 ig dohányoztak, és még az utolsó, mert azért az elektromos cigarettának ez a fajta nagy térhódítása talán az utóbbi 5 évre tehető. Amikor már akkora uh, számban kezdtek el elektromos cigarettát használni, hogy tényleg egyre több ember tudott áttérni. És nagyon érdekes egyébként ebben az egészben, én mindig ezen gondolkodom el, vajon miért nem csinálnak ilyen tesztet mondjuk tapaszszal, rágógumival, sprével, leszokott emberekkel? Hát ugye, ha már a TV interjúban nyilatkozott a doktor úr is, aki megmondta, hogy hát, ha nikotin, a nikotin, akkor ez ugyanolyan, mint a dohányzás. Egyértelműen. Tudod, hogy mi jutott eszembe erről a... És most nagyon mocsok leszek, érted? De ahogy megláttam ezt a, Tehát tv 2 ezt tudjuk, hogy, hogy kézi a történet, hogy ahogy megláttam ezt az embert, az jutott eszembe, ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. <gül> <gül> Jaj, de rossz így, és De, ne, tehát, hogy, hogy érted? És, és ezt nem hiszem el, hogy nem, nem találtak valaki mást. És, és ráadásul. Egy, egy, egy határzárkonform orvos. <laughs> Ez abszolút, tehát én, én azon olyat borultam, érted? hogy szerintem. Szeretném azt gondolni, hogy már nem, nem találtak mást, aki ehhez az arcát adta volna, vagy, vagy nem, nem tudom tényleg. Ez hihetetlen, hihetetlen. És így szépen összeadták a, a százalékokat. Blackinek a, a, nem tudom, hogy ő abból most csinált valami cikket, vagy azt mondta, hogy vegyétek, vigyétek, úgyhogy én megfogtam és kiposztoltam a Gőzlér blogra. Némi szentonglences körítéssel. A Gőzlér blogból be fogjuk tenni ezt a, a cikket a, a show notes megkattinthatóra, mert hihetett, tehát tényleg az a fajta logika, ami ez mögött van, és és ez, ez, már, ez már a népbutítás magas iskolája, amit művelnek uh, velünk. Tudod, mi jutott még eszembe erről? Hát nem tudom, te mennyire uh, vagy képbe az oltás ellenességgel. Hát, amennyira, annyira, annyira mennyire lehet róla olvasni. Na, na most hát, annyira, el, mint a az, lapos föld Oké, oké. Tehát az, az egész oltás ellenességes baromság, Onnan jött, hogy, hogy 1998-ban megjelent egy cikk a legrangosabb orvosi magazinba, ez, ez a Lancet nevű magazin, és ezt egy, egy Andrew Wakefield, egyébként ő a mai napig él, és... Ha jól tudom, még lehet, hogy hogy a mostani amerikai elnök közelében is tevékenykedik. Ő írta a fiatalon ezt a cikket, 12 gyerek bevonásával készült vizsgálatról beszélünk, aminek az, az volt a végkövetkeztetése, hogy a, a kombinált mumsz kanyaró és Rubeula elleni védőoltás autizmushoz vezet. Pont. Ez ő volt, aki ezt a fasságot kitalálta? Igen. <laughs> Pont. És annyira gáz volt, hogy egy oknyomozó újságíró, és ez, és ez hihetetlen, hogy Amerikában legalább létezik ez a fajta történet, hogyha, hogy, hogy van, vannak ilyen lelkes oknyomozó újságírók, és ezeket hagyják dolgozni. Azért, na. És egy ilyen lelkes, oknyomozó újságíró utána ment ennek a 12 gyereknek a kórházi uh, kórlapjának, és kiderült, bakker, hogy konkrétan semmi köze nincs ahhoz, ami a, az eredeti uh, tanulmányban le van írva. Tehát ne, nem jelennek meg ezek a, a kórházi kórlapjaikon, tehát meghamisították konkrétan. Úgy, hogy ugye az ő állítását ez bizonyítsa, és annyira gáz lett, hogy a, a Lancet visszavonta a cikket. Mert egyébként, ha igaza lett volna, és ezt többen is tudják utána bizonyítani, ez simán Nobel-díjat ért volna. De hát nem az volt, és ugye, mint tudjuk, nem kapott Nobel-díjat, és Andrew Wakefield, tehát ezt így nevezzük meg, mert neki köszönhető az összes kurva ilyen oltás ellenes ö, ö, csoportnak a tevékenysége, és mondjuk az, hogy ö, Romániába ö, milyen járvány, tehát olyan járványok jönnek elő, érted, amik. Kanyaró a, meg ilyen. Hát azt gondoltuk, hogy ma azt tényleg csak a regényekbe fogjuk olvasni, de nem. Úgyhogy nekem egyből ez, 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 jutott eszembe, hogy egy ilyen összetákolt szarra milyen lavinát el lehet indítani, és ezért veszélyesek ezek a, a Stanton Glens féle eszmefuttatások, érted? Mert, mert nem tudod, hogy milyen lavinát fog elindítani. Nyilvánvalóan az a szándék, hogy, hogy az e-cigaretta ne legyen, de hát ez ellen már nem lehet mit csinálni. Tehát egyszer valakinek oda kéne menni a Stanton hogy öreg, ha nyakig vagy a szarba, az meg ne kapálóz, mert a szádba folyik. Tehát előbb-utóbb belefulladsz, bakker. Ki kéne már állni ebből a medencéből, és tovább lépni egy másikba. É, é, <coughs> érted, ez, 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 még sokáig fogja húzni a Stanton ezeket az őrületeket, meg ki a másik, Angliában a, a, a Martin McKee, lent Ausztráliában, meg most nem jut eszembe, de ott is van egy ilyen, egy ilyen fura bogár, aki <laughs> immunis a tudományos tényekre. De hogyha megnézed Amerikát, ott akkora ország, hogy ezek a hülye vélemények, ezek az idők végezetéig fölmaradnak és, és, és mehetnek. Hát az a baj, hogy Stanton Glantz a dohányzás, visszaszorítás a farvizén, amikor még az elektromos szigaretta nem létezett. Ez a vicc egyébként, hogy pusztán a, e, valaminek a, valamilyen dolognak a, a szívből jövő gyűlöletéből karriert lehet építeni. Igen, ezt, igen, igen, ez és sietetlen. amikor ezt a fickót meghurcolták ezért, akkor, akkor átátért tudod, jött ez a mártír sztori és ebből könyvet írt, hogy, hogy a izé, meg, meg hogy őt, az, és jött a háttérhatalom, és tudod, a soros terv, és minden volt. És az ember, ez az ember a mai napig ebből él. Viszont azt elérte 89-től 2000-ig, hogy Amerikában 80 alá csökkent a, a, a beadott oltások száma. Hát szóval nagyon durva, nagyon durva, és azért is durva, mert uh, ugye 2000-es évek után nőtt meg igazából a, a világban a, az átjárhatóság, uh, ugye a fapados légitársaságokkal, és igen. bakker, hát tehát így belegondolsz, baszki, na ez az igazi soros tervért, nem a izé nem a, a migráns be, behozatal tehát kell ide nekünk migráns? Nem, hát itt, itt van egy, egy, ilyen idióta az meg, aki arra buzdít, hogy ne ad be a védőoltást a gyereknek, majd torogjék meg. Tényleg olyan, olyan dolgok <laughs> jönnek elő, hogy soha nem volt. Csak Mixát regényben Mixát olvastunk. regényben róla. Igen. Tehát, hogy erre, erre szerettem volna egy picit rá reflektálni, hogy, hogy a Stanton lens féle baromságoknak soha nem lehet tudni, hogy, hogy, hol van vége, és hogy hova fog jutni. És hogyha ebből egyszer, nem tudom is én, valami mozgalom lesz, és hát ott a, a másik kedvencem az az alkoholtilalom. Na, tehát mindenki lemérhet, hogy micsoda hihetetlen társadalmi hatása volt annak, hogy annak idején az antói Alkolista ligák, meg a, az, a, nem is tudom, hogy, hogy, lehetne az ilyet mondani, ezek a, a kép, képmutató keresztény csoportok kitalálták, a tiltsuk be az alkoholt, mert mennyivel jobb lesz. Tényleg mennyivel jobb lett komolyan. Tehát... Okay, a baptisták, igen. De hogy, hogy van, ne, nem kell várni arra, hogy ebből mozgalom nője ki magát egyébként, abból, amit Stenton csinál. Van már mozgalom, úgy hívják, hogy WHO. <laughs> És szorgos követőkre akadt a világ minden táján, például itthon nálunk is. Hát nem véletlenül olyan a 2015-ös elektromos cigaretta egészségügyi kockázati összefoglaló a régi Nefi tollából, mint amilyen, pontosan ugyanez a. a... Oké, okay, itt van egy marék olyan igaz. A tudományos bizonyíték, ami nem támasztja alá, amit szeretnénk mondani, de mi nem ezt szeretnénk mondani, hogy ezeket elegánsan söpörjük félre, szedjünk össze ilyen, néz, ó, nézd már, Szentonglenc megint írt valamit, gyorsan nézzük meg, ó, nagyszerű, ez alátámasztja, amit mondani akarunk, és ennyi. Az Unióban, ezt el is felejtettem, nem tudom, mikor kaptam meg három hete az EU-ceges Tehát regisztrá ugye regisztrált forgalmazók vagyunk a, az Unióban, és megjött az első, képzeld el, az első főszólítás, hogy hogy adjam, be, <sit> ez, megláttam komolyan, tehát így majdnem sírva röhögtem, hogy adj, adjam be azokat a tudományos cikkeket, amelyekben tudomásomra jutott, hogy az e-cigaretta káros. Hogy mi van? <laughs> Tehát elmondom még egyszer, Krisztián, csak azért, ha emlékszel rá, akkor a TPD valamelyik szakaszának a végén van egy, egy ilyen rész, hogy és amennyiben nekem tudomásomra jut, hogy a, az... Oh. Em, emlékszel erre a fejezetre? Igen, még ezzel, még, még am amikor így mondatonként veséztük ki, akkor még az, hogy ez mi? Tehát, hogy, hogy én figyeljem a nemzetközi uh, sajtót, és hogy, hogy én, én küld. Tehát nem, nem is értettem. hogy Hát. De. Bazd meg Mi van, ha nem figyelem? Vagy ha nem. Nekem nem jutott tudom. De hát figyeled. Vagy ha pont az ellenkezője jut a tudomásomra, azt hova kell beadni? <gül> <gül> De hogy nagyon egyszerű dolgod van ezzel, Fifika, mert jönnek ezek a szarcikek, amiket megnézel, és nem jut belőle tudomásodra, hogy az elektromos a káros, mert egy rakás szar az összes. Tehát igazából nem kell beküldened semmit. Küldjél be egy nyilatkozatot arról, hogy jó napot kívánok, Ficsor Zoltán vagyok, nem küldök semmit, mert nem jelent meg a sajtóban egyetlen egy hiteles Hitelesnek mondható tanulmány vagy bármi ebben a témában. És a tény az valójában ez, hogy az összes ilyen szar, ami kijött, az így megkapargatod, megnézed egy picit, és így fogod a fejedet, hogy Jézusom. Hát vagy azt tudom még, még, vagy fog. azt tudom még tenni, és, és uh, most ezen gondolkodom, hogy, hogy föl kéne állítanunk már lassan tényleg egy ilyen adatbázist, hogy ami jót cikk jelenik meg, vagy kutatást, azt beküldjük, hogy nekünk ez jutott a tudomásunkra, hogy ennyire káros, és akkor így nézegessétek, hát most mi, 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 a szart tudsz csinálni, de tényleg. Így nekik a Public Health england -et. tessék, ezt láttam, tudomásomra jutott, hogy még mindig legalább 95%-kal kevésbé káros, mint a dohányzás. Kurva kíváncsi leszek egyébként, hogy a, a, forgalmazók mit fognak csinálni, a, a je, mert ugye nekik is jelentési kötelezettségük van, és uh, ilyen nem rekorra, raszra, nem tudom én mire le kell jelenteni, érted, hogy, hogy tehát így a trafikos, így, ó, bácskereső, múlt héten vettek likvidet. Szóval volt egy nő, nem kérdeztem meg hány éves, de 20 és 25 között volt, és így, húzgálják a strigulákat bent a boltba. És, utána, és ezen dolgoznak, hogy az év végén le tudjanak adni egy jelentést neked. Hát, de, hogy ezt a komolyan, de tényleg hihetetlen. Hozzáteszem az oké, okay, hogy a trafikos mondjuk még ellenőrzi a személyidet, tehát így egy ilyen bináris ellenőrzést végez, hogy elmúltál-e 18 vagy nem. De ez ég, a világon semmi köze nincs hozzá, hogy hány éves vagy. Ez hát ezt mégis hogy képzelik? Ó, lesznek itt még. Uh, ó, hát... Nyilvánvalóan ezeket a statisztikákat, tehát már most előre meg tudom mondani, hogy mindenki jut a hasára egyet, érted, azt te, ezért láttál 80 év fölött itt, nem, oké, akkor az nem volt, és így, így fogják elkészíteni, tehát köze nem lesz semmilyen szinten se a, a valósághoz. Nem is értem, hogy miért kérik. Tehát, hogy ezt Kurva, a törvényalkotó nem. annak idején így nem gondolt át, vagy nem, 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 tudom. Tehát én oda fogom írni, hogy január hónap eladtam 20 likvidet, egy darab nagyon kedves nővet tehát tőlem Kész. 30 és 35 év közötti. Ennyi. Tehát mit tudsz mondani? Semmit. Konkrétan. Elképesztő. Azért foglaljuk össze szerintem röviden, hogy mi a baj ezzel a cikkkel. Minden azért javasoljuk mindenkinek, hogy olvassa a Blackie-t, Blackie összefoglalóját, mert minden mondata arany. Gyakorlatilag az történt, hogy Stentum Lencég fogtak 70 ezer kortörténetet, és megnézték, hogy azok, akik nem vallják magukat dohányosnak, azok, akik dohányosnak vallják magukat, vagy azok, akik elcigarettázónak vallják magukat, a kortörténetük alapján milyen valószínűséggel vagy milyen gyakorisággal kaptak szívrohamot eh, ahhoz képest, aki, aki nem dohányzik. És ez, ez így már önmagában elég arra, hogy így lássuk, hogy ez egy fasság, mert gyakorlatilag ebből semmit nem lehet kihozni, vagy bármit ki lehet hozni, amit csak akarsz, mert hogy, hogy nincs meg az okokozati összefüggés egyáltalán ebben a történetben, tehát hogy így oké. Okay. Most az, aki... Elektromos szigarettázónak vallja magát, és volt menet közben egy szívrohama. Mit tudunk a koleszterin szintjéről? Mit tudunk arról, hogy mennyi dohányzott előtte? Hány Ugye? kiló? A... Mert azért Amerikában a... vannak ilyen nehézsúlyú, bevásárlókocsi méretű emberek. Tehát... Hát egyfelől, másfelől, meg nem emlékszem a pontos számokra, de hogy van erre valamilyen kis egyszerű levezetés, hogy azután, hogy abbahagyod a dohányzást, mennyi időnként csökken a különféle egészségügyi kockázatoknak a, a, a valószínűsége nálad. Tehát fogalmunk nincsen arról, hogy ezek az emberek előtte mondjuk 60 évet dohányoztak, majd egy év elcigarettázás közben a 60 év dohányzás, miatt összeszedett szövődményekből lett egy szívrohama. Tehát, hogy itt gyakorlatilag semmi kézzelfogható eredmény nem lehet kihozni. Egy érdekes eredményt ki lehetett hozni belőle egyébként, és az tök fontos, hogy a dohányzókhoz képest, azok, akik már elektromos szigarettának vallják magukat, nem 2,72 szer több alkalommal kaptak szívinfarktust a nem dohányzókhoz képest, pusztán 1,79 szer. Tehát, Majdnem egy egészszel csökkent, egy egészszel csökkent a, a, a szorzó azoknál, akik már nem dohányoznak. És, hát, és ugye ezt tudjuk, hogy ez egy olyan szorzó, hogy nem lehet tudni, hogy öt éve egy és nem dohányzik, vagy egy éve egy és nem dohányzik. Szóval gyakorlatilag tényleg semmi konkrétumot nem, nem lehet konklúziót levonni ebből a dologból. Maximum ez egy érdekesség, illetve ezt a konklúziót lehet levonni, hogy ha már nem dohányzol, csak egy cigarettázol, akkor csökken a szívóam kockázata. Ami, amint az várható is. Van egy erre van egy hihetetlen jó kvázi legendám, és ezt azért mondom legendának, mert ezt egy, egy, olyan orvos ismerős mesélte, aki rendszeresen járt Amerikába kongresszusokra. És az amerikai, azt hiszem szív- érrendszeri valamilyen kongresszuson fölszólalt az egyik nő, aki azt mondta, hogy 30 év dohányzás után már ő nem javasolja a pácienseinek, hogy szokjanak le. És elővette a, mit tudom is én, száz embernek a kor akik elérték ezt a 30 éves dohányzási periódusukat, az a százból 50 leszokott, 50 pedig tovább szívta a, a cigarettát. Csak hogy milyen érdekes ez, a, ez a, az egész sztori. De az, mondom még egyszer, ez nekem ilyen kicsit anekdóta jellegű, de ami mögötte van uh, logika, az viszont nem hülyeség. És azt mondja a nő, hogy, hogy azok, akik 30 év után abba hagyták a dohányzást, azok 2 három év alatt 20-25 kg plusz súlyt szedtek föl, és hamarabb haltak meg szív- és panaszokban, mint azok, akik utána tovább folytattak és nem szedtek föl plusz súlyt. Tehát, hogy egy kockázati tényező mikor milyen kockázattal jár, azért ennek már ö, lehetnek ilyen mérlegelési ö, dolga is. Mondjuk Stanton Glens nyilván ezt aztán kurvára nem mérlegelte sehol. És ez nem, nem szerepelt ebben sehol, de hogy csak így gondolatébresztőnek, hogy ez mennyivel másabb, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy én legalábbis amit látok ismerősök között, aki áttér az e-cigarettára, az nem fog ilyen drasztikus mindenkinek nő a súlya egyébként, tehát aki abba hagyja, és átér az elcigerettára, az annak is nőni fog a súlya, hogyha nem figyel oda a diétára. Nyilvánvalóan sokkal jobban fogja magát érezni, stb. 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 és ha az életmódján nem változtat ez mellett, akkor akkor az elhízás az egy, az, az, az egy ilyen következmény. Hát az elhízás népbetegség, mint tudjuk. Így van. Nagyon de hogy a folyamatos nikotin bevitel miatt, tehát hogy nem, nem, egy így megszakítom, és, és tudod, azért ez akár kis, akármit mond, egy húsz évig tartó dohányzás után ez állandóan ott pörög a fejedbe még egy év múlva is. Fú, és, erre, fú, és fú, hát sőt tehát, na, még tovább is és erre az szokott lenni a, a válasz, hogy akkor inkább eszek tudod, hogyha így rám tör a, a frász, akkor eszek vagy iszok egy sört, vagy nem tudom én mi, de egy plusz kalóriát viszek be, és ez se e, igazán egészséges Na, mindegy, szóval ez csak egy ilyen kis uh, kitérő volt. Még egyszer mondom, ez inkább ilyen anekdóta jellegű, mint tudományos állítás, de még lehetne akár az is. Tehát én a rációt azt látom ebben a, a sztoriban. De ezt én abszolút tudom igazolni, tehát amikor én egy, nyilván ez az én egy szem anekdótám, de hogy én így lettem cukorbeteg, hogy leszoktam a dohányzásról egy évre annak idején, és kiütöttem a szoba, vagy a fürdőszoba mérleget 125 kilónál a 80 kilós normális súlyomhoz képest, és hát nyilván ennek meg lett a következménye mind a, a vérnyomás, mind a vércukor, minden egyéb területen, úgyhogy valószínűleg eszerűsen fölpörögtek az ilyen kockázati mutatók nálam, és irgalmatlan És ezt egy év alatt volt. tudtad elérni? Egy év alatt föltoltam magam. Jó, az lehet, az hogy nem kérem. pont 80 kiló voltam előtte, de hogy mindig, tehát bárkit megkérdezel, aki ismert, mindig ilyen tök gyerek voltam. És ilyen 20 éves korom környékén fölmentem 60-ról 70-re, aztán így 70-ről 80-ra, és akkor nagyjából jó volt, de az egyéb nem dohányzás gyakorlatilag pizzát pizzával, addig, ameddig dugig nem ettem magam, tehát zabálás minden mennyiségben, zéró mozgás, és ennyi. És Ugye csak egy cigarettázom már nagyon-nagyon régóta, és semmiféle problémám nincsen azzal, hogy megtartsom a test súlyomat, ha odafigyelek arra, hogy mennyit teszem. Úgyhogy ebbe tökre igazad van, hogy ha nem figyel oda -e az ember, akkor hízni fog. Nem feltétlenül az e-cigaretta miatt, de nagyon könnyű zabálni, hogyha az ember pont a dohányzásról jön. Hát igen, csak tudod, ha ott van a, a, az, az e ezért is egy piszok jó ö, leváltása a dohányzásnak, mert az étel helyett van, mihez nyúlnod. Tehát érted, ez nem úgy tapasztnál, mit, 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 tudsz csinálni, tudod, elfogyott a izét, leszoktál, és akkor úgy bemisz, hogy az adja már egy tapaszt, mert nem tudok magam már mit csinálni, és így elkezded magadra tisztét rakosgatni a tapaszokat. Tehát én, nekem egy ismerősöm volt benne a kórházba, és mondja, mindegy mi ben volt, és az egyik főorvos volt az ő jó barátja, és mondja, hogy gyere már, meg, mert ilyet még nem látta, és képzeld el, hogy lehet, hogy meséltem ezt a sztorit már, hogy befeküdt az ágyba egy török kamionos, tehát valami balesete volt, ez a Szegedi Kórház volt, befeküdt az ágyba egy török kamionos, aki napi hat doboz piros marborót szívott el. Úristen. És ugye benne a kórház az intenzív osztályon nem annyira lehet dohányozni. És <laughs> így feküdt a pali az ágyon, és így fölhúzta a takaróját, és tele volt az űrge tapasszal, érted? <laughs> Jó Isten! <laughs> Azt mondja, hogy ilyen tizenvalahány tapasz volt a fickó, mert egyszerűen akkor nyugodott megérted, amikor itt telerakták tapasszal. Szerencsétlent. <laughs> Na, úgyhogy uh, vannak ilyen jópofa uh, sztorik. De hát uh, volt nekünk jópofa sztorink még a, a héten, ha aztán Tongrencet kitárgyaltuk, és nem akarsz még hozzá uh, tenni. Hát szerintem eleget beszéltünk a hülyékről, beszélünk <laughs> valami vidám és jópofa dologról is. Hát. Uh, a vasárnapi választás. Ugye egyrészt Hódmezővásárhely itt van tőlünk nem messze, másrészt nekem egy ilyen nagyon kedves város. Mindenféle negatív előjel nélkül a háború előtt egyébként úgy hívták Hódmezővásárhelyt, hogy a paraszt Párizs, mert nagyon sok festő és művész. Élt abban a városban, és hát hódmezővásárhelyen volt a világ, illetve nem a világ, az ország szeme, és tényleg itt izgultunk, és néztük, hogy mi lesz a, a, a választás, mert mert egy olyan kihívót kapott a hódmezővásárhelyi Fidesz, akiben nem tudtak belekötni, pedig mindent megtettek azért, hogy, hogy belekössenek. Lekamerázták, kirúgták, és ürbecsültek. És, és ez a márki zaj, Péter, ez most tényleg keresztény uh, szeretetből és, uh, és alázatból olyan példát mutatott mindenkinek, hogy csak néztem ki a fejemből. Tehát, hogy nem, nem azzal kezdte a győzelme másnapját, hogy kirúgta a jegyzőt, pedig mi, tehát mindenki, aki, aki, nekem így politikával foglalkozó ismerősön volt, és mondjuk akár még várost is vezetett életében, azt mondta, hogy azzal kell kezdeni, a másnap kirúgja a jegyzőt. Nem rúgta ki a jegyzőt. Tehát ő egy, ő egy hihetetlen karizmatikus fickó, és én rettentően szurkoltam egyébként neki. És ami ennek az egésznek a tanulsága az, hogy, hogy a gyűlölet az nem, nem vett el az emberek józanítélő képességét. És basszus mindenki elment szavazni, és az összes közvélemény kutató megbukott. <laughs> Uh. Hát és ugye ez egy ősvideszes város Lázár, Lézer, János város, és, és még amit, amit el lehet róla mondani tehát, hogy gyakorlatilag hát A rendszerváltás óta, tehát Lázár előtt volt egy, egy képviselő az is jobboldali fideszes beállítottságú volt ő neki két széke volt a parlamentben olyan kövér volt szegény, hogy egy széken nem férte és ez nem vicc és, és ő, ő alatt a tényleg sokat fejlődött a város, és indult meg. És hát az a, 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 Lázár Jánosról ilyen szempontból, tehát olyan szempontból nincs nekem rossz véleményem, hogy talán az egyetlen egy olyan fideszes politikus, aki végigment a szamár létrán. Tehát ő a Rapcsák András volt előtte a vásárhely polgármester, ő Rapcsák Andrásnak volt, úgy szokták mondani, hogy a táska hordozója, és ott kezdte mellett a pályafutását, aztán a után ő lett a polgármester, és onnan küzdötte föl magát a parlamentbe. Tehát az, még egyszer mondom, az egyetlen fideszes politikus, aki végment a szamárlétrán, és nem egyből oda született a, a parlamentbe be, és tényleg mindent megtettek. Tehát a, a, leg, a legdurvább az volt nekem, amikor valamelyik újság borítóján a, az Eliosos lámpaoszlopon függött a, a Lázár János választási plakátja, és ezzel így mindent elmondtak erről az egész sztoriról. <laughs> <laughs> Úgyhogy... Úgy, 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 ez tényleg egy ilyen, ha létezik Fidesz-Fellegvár akkor, akkor hódmező, az volt, csupa nagybetűvel. Igen, és a, a, másik ö, nagyon jó szöveg, amit hallottam ezzel kapcsolatban, mert ugye a mostani Fideszes jelölt ö, szinte darabszámra ugyanannyi szavazatot kapott, mint annak idején a Lázár, aki akkor ugyanannyi szavazatta fölényesen nyert. És most, most meg ugyanannyi szavazattal bukott fölényesen. És ugye ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy el kell menni szavazni. Hát bizony. El kell menni szavazni. Visszatérnék még egy, egy pici. Uh, nem is tudom, fricske erejéig a, a Tv2-es videóra. Uh, annak idején, amikor uh, uh, megjelent a, a Tv2-es videó az ecg tesztek a annak idején, hát ez még két napja, tegnap. vagy egy, egy tegnap, bocsánat, <laughs> uh, az egyik hozzászóló csak így lazán beírta, hogy na, most már világos, miért kell Debrecenbe menni. És uh, ugye mondtuk, hogy mi ezt itt most tolni fogjuk addig, ameddig lehet, úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy miért kell Debrecenbe menni. Tehát nem kéne menni, hanem menni kell Debrecenbe. <coughs> ez többek között uh, ezért is. Uh, viszont ha neked nincsen más témád. Nekem már nincsen más témám, kérlek. Egyrészt szeretném megköszönni a, a patreonjainknak a támogatást, mert hogy ugye az ő támogatások nélkül nem lehetne itt a podcast, illetve hát nagyon nehezen tudnánk ezt az adást összehozni hétről hétre. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. Illetve Csárlinak szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit ismét el fog végezni, főleg a te hangodon, Krisztián. Hát igaz. Az, az, én, az én hangom már szinte majdnem azt lehet mondani, hogy tökéletes, ha nincsen begyulladva éppen a torkom, mert ugye mandulám már nincsen. Viszont olvastam egy piszok jó kritikát a kedvenc sorozatunkról. Na. És uh... Ott, ott azt írták, ugyan, hogy az idén még folytatódni fog erről. O... már... De, de ott azt, azt írta a srác, hogy az idén még folytatódni vagy fog, gondolom, az év vége felé. De nagyon jó kritika, és nagyon klasszul leírta, és nagyon igazat adok uh, neki. Ugye egyrészt uh, ő is megemlítette, hogy azért hihetetlen módon hiányzott már egy, egy ennyire a mai igényekhez igazított sorozat a Star Trekből, és hogy nem is lehet gyakorlatilag másképp, tehát azok a rózsaszín tosos sztoriknak már itt nincsen semmilyen értelme, vagy helye. Ugye az is egy Érdekes, hogy a, a... melyik a zombi sorozatotok? Walking Dead. A Walking Dead, és még a negyedik szériához képest a nyolcadikra felére esett vissza a nézőszám, tehát ott is már azért kezd az érdektelenség egy picit, hogy is mondjam, burjánzani. Addig ezt a sorozatot hihetetlen jó fogadta a, a közönség, és tud mindenki meg volt róla győződve, vagy bakker, ezek újraértelmezték a klingonokat. stb. <köhem> stb. és baromi érdekes, hogy mit fognak kezdeni, és ezt ő is felveti, és ezen én is gondolkodtam, mit fognak kezdeni a spórahajtóművel. művel mert hogy időben, meg ha megfigyeled, közelednek már a toshoz. És nincsen spóra hajtómű. Tehát itt még szerintem lesz olyan csavar, hogy csak forgatni fogjuk a fejünket. Tehát ezek vagy el fognak menni egy párhuzamos dimenzióba, és ott marad, vagy csak ez a fickó tudja üzemeltetni, és ez a technológia el, elvész, vagy nem, tényleg fogalmam sincs, hogy Mit, mit, fognak vele csinálni. És volt egy érdekes mondat, amivel abszolút egyet kérteni, hogy ez a csaj, aki a főszereplő, az nem egy karizmatikus egyéniség. Tehát, hogy akár, akár lehetne mellékszereplő is. Egész nyugodtan. Viszont hihetetlen jók a mellékszereplők. Tehát, hogy <tosz> mondjuk uh, ami engem is egy picit zavart, ez a Klingon technológia, amivel uh, átalakítottak egy Klingont emberré, azért uh, lássuk be erőse, hol nevesik szó ebben a Star Trek univerzumban. Ősi elfeledett művészet. Ősi elfeledett. és egyből el is felejtettük. Igen, ez, ott olyan, mint, mint a piramis építés. Építettünk egyet, kész. Utána csak szar tudtuk. Hát ez van, gyerekek. Na, mindegy, úgyhogy be fogom tenni a kritikát, mert érdemes elolvasni, és nem tudom, neked van-e valami videójavaslatod? Ő, az most nincsen, de gyorsan utána pörgettem itt az internet nagy végtelen állózatán, hogy mi van ezzel a 2018-as folytatással, és itt egy két héttel ezelőtt nyilatkozta az egyik alkotó, Alex Kurzmann, hogy ne várja senki 2019 előtt a, a folytatást. Akkor valószínűleg el, 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 elírás volt a, a kritikában ez az idei folytatás. Bakker Aha, pedig föl, úgy örültem. Föl, Fölpiszkálod itt a remény is. Úgy örültem, de akkor nem. Na mindegy, hát ez, ez van, viszont mi tudunk kerülni. Vásárhelynek, Stanton Lensnek nem annyira, viszont ti meg örüljetek annak, hogy megvilágosodtunk Stanton Lenzet illetően, és hát mindenki kövesse a vásárhelyi példát, mert ez most már tényleg egy ilyen példa az ország előtt, és hát mindenki lehet cselekedni. Meg, meg tudjuk tenni, így van. Mindenkinek boldog gőzölést a hét hátra lévő lészére, és uh, hát majd boldog nyuszit, mert az is nem jön. nem nem sokára jön. Vagy Én sosem tudom, mikor jön a nyuszit. Nem, nem, nem tudom, elég... Hát nem kiszámítatottan. <laughs> Ki tudják számolni egyébként. Tehát a holdállása van valami összefüggésbe, de ezt majd a legközelebb viadásban kitárgyaljuk. Jó, egy kis... Addig is egy igen? Lunalógia Lunalógia Ó, ezt majdnem elfelejtettem, Krisztián Csárdik küldött neked gyógyító számot Ó, igen, igen Láttad? Láttam, igen Mindenkinek ajánljuk a gyógyítószámok.hu oldalt Bármilyen betegségre talál benne számot Ö, Neked meg megvan a mandula gyulladásra a számod? Nincsen Azt küldte a Csárli egyébként? Igen Oh, akkor megvan akkor megvan a grabói számsorom légy szíves olvasd már be, de tényleg tehát... nem tudom beolvasni mert lecsuktam azt a böngészőt hogy ne egye el a memóriát a felvétel elől, úgyhogy azt majd csak akkor tudnám beolvasni, hogyha újra nyitottam. Várj, akkor azt mind a közös csatablakba tette be, ugye? Igen. Azt mondja, hogy tehát ennélkül akinek még, még egyszer mondjuk, tehát ez most már a, a gyógyító adások uh, sorába uh, tartozik, és. Uh, Üldöm az mondom. energiát. Uh. üldem az energiát. Érzitek? Ez a gyógyító adások sorába tartozik, és van Vakker. És uh, azt mondja, hogy lehet, hogy rossz helyen nézem. A podcast volt. Azt nézem, csak én itt egy picit. Uh, el, Charlie még üzent valamit, hogy ahogy kész vagyunk, töltsük fel a, az anyagot, mert ma éjszakás, és uh, szeretné megvágni. Megvan. Tehát, mandula gyulladásra, figyeljetek, meg küldjük az energiát. 348, 747, 047, 06. Na, ja. jobban vagy? Én Isten, egészen elavéltak a manduláim. Hát ez kész. Ennyi. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Köszi, sziasztok!